Hírstúdiónk vendége dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter, akivel a városunkat érintő fejlesztésekről, beruházásokról, a koronavírus mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól, az ország élelmiszer ellátottságáról, a nemzeti konzultáció eredményéről, valamint a folyamatosan zajló oltási programról fogunk beszélgetni. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta miniszter úr a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Benne vagyunk a koronavírus járvány harmadik hullámában, mely a szakemberek szerint hamarosan tetőzni fog. Ezzel párhuzamosan viszont zajlik az oltás. Magyarországon jelenleg körülbelül hány embert oltottak már be? Hogyan néz ki az európai viszonylatot tekintve, és hogyan halad az oltási program? Magyarországon 1,8 millió ember már megkapta az oltást, és naponta 40-50 ezer fővel ez a létszám, ez növekedik is. De Európában tulajdonképpen az első helyen vagyunk, hiszen a kis megyényi Málta az, amely megelőz bennünket, és ez szerintem egy nagyon nagy eredmény, mutatja azt, hogy az emberek kérik az oltást, és azt is, hogy sikerült a kormányzatnak megoldani azt, hogy legyen oltóanyag, bár nyilván több kellene, mert többet is be lehetne adni, de mégis folyamatosan biztosított azt, hogy az embereknek megvédjük az egészségét. Ez azért is fontos, mert egészen példátlan viták alakultak itt ki, hogy melyik oltóanyag jó, melyik oltóanyag nem, így a vakcina, ez egyik jobb, a másik kevésbé jó, tehát lassanként már az olyan érzés van az embernek, hogy mindenki virológus ebben az országban. Szerintem a legmegbízhatóbb forrásokra, Müller Cecíliára célszerű hallgatni ezekben a dolgokban, illetve Merkeli profra, aki a Szemmelweis Tudományi Egyetemnek a rektora, több szakvizsgával rendelkező orvosok, de általában az orvos társadalom döntő része az elfogadja az oltást, és ennek is köszönhető az, hogy folyamatosan emelkedik ez a szám. Én bízom benne, hogy hamarosan lehetővé válik az országnak a régi életritmusba való visszatérése is. Miniszter úr, hogyan értékeli a nemzeti konzultációnak az eredményét, illetőleg a lakosság hozzáállását a nyitás lehetőségeihez? Szerintem a konzultáció az nagyon hasznos, hiszen olyan, mint egy népgyűlés, tehát a közvetlen vélemény nyilvánítási lehetőség. És itt Karcagon ennek mindig volt hagyománya, mert ugyan nem ilyen elektronikus formában, de az emberek elmondták a véleményüket őszintén, és hát ez szintén egy ilyen dolog. Látszik az, hogy kellő felelősséggel viszonyul a társadalom legnagyobb része a járványhoz, a járvány elleni védekezéshez, de ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy az élet kerüljön vissza a rendes kerékvágásba. Ez érthető, mert a fáradtság jelei ilyen hosszú idő után már jól láthatóak. Olyan szabályokat kell betartanunk, amelyek korábban nem léteztek, olyan járvány ellen kell küzdeni, ami a kollektív emlékezetében a magyarságnak nincs hozzáfogható. Tehát egy egészen rendkívüli helyzet, szinte háborús intézkedéseket kellett meghozni. De én bízom benne, hogy amikor meg lesz a kellő számú átoltott állampolgár, akkor a szabályokat majd lehet enyhíteni. Miniszterelnök úr, az operatív törzs ezen dolgozik, látszik is egyébként az, hogy milyen irányba mozdul majd el a szabályozás. Magyarországon a pandémia ideje alatt milyen az élelmiszer ellátottság? Hát én úgy látom, és bárki láthatja, hogy teljesen zavartalan, tehát folyamatosan dolgozik a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kereskedelem is. A boltokban minden hozzáférhető. Magyarország összes alapvető élelmiszerből exportál, önellátása biztosított. Tehát alaptalok voltak azok a hangok, hogy 3 napig elég, meg 1 hétig elég, meg ilyesmi. Látszik az, hogy kellő tartalékokkal rendelkezünk, és aminek én örülök, hogy a feldolgozó iparra a kormány az elkövetkező években rendkívül nagy összegeket fog fordítani. Milyen lehet a magyar mezőgazdaság helyzete a vírus helyzet leküzdését követően, mire számíthatunk? Hát néhány dolog azért látszik. Az egyik az, hogy tavaly eléggé csapadékos volt az év második fele, a pandémia is közbeszólt, és a magyar mezőgazdasági termelés mégsem csökkent, kismértékben emelkedett a magyar mezőgazdaság kibocsátása. És ez egy kellő alap arra, hogy amikor véget ér a járvány, beindul a turizmus,
valószínűleg növekedik a fogyasztás is azokban az országokban, ahol a turizmus sokkal nagyobb nemzetgazdasági ágazat, mint Magyarországon, ilyen például Dél-Európa, akkor az exportpiacokon előrébb tudunk majd lépni, tudunk majd nyomulni. Nyilván ez kellene fejlesztések is, most is zajlanak ilyen beruházások, de az, hogy a vidékpolitikára a kormány rekordösszeget szán az elkövetkező időszakban, az lehetővé teszi azt, hogy még több kézterméket tudjunk exportálni. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm.